Szeretné inspirálni a következő generációt a csúcs megszakításával. Nagyon komoly 13 évet zárok be. Izgatott vagyok. Jó itt lenni. Természetesen a keret kissé más, de a hangulat nem változott. Várom ezt egy gyermekes imádással, és szeretném élvezni minden egyes pillanatot. Edzést, találkozót, sőt hülye mondta egy 35 éves labdarúgó pénteken, aki utoljára 2019 novemberében játszott Wales ellen. Örülök, hogy a magyar labdarúgás felfelé mutat, amelyet a mi nemzedékünk indított, mondta a baloldali szélső. Ezen kívül megköszönte a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének, Csíi Sándor elnöknek, Berzi Sándor alelnöknek és Merton Weston főtitkárnak a magyar labdarúgás kialakulásának lehetőségének megteremtéséért. Két gólt szerzett a 2016 évi Európa-bajnokságon a 2016 évi Európa-bajnokságon a végső győztes Portugál ellen. Két gólt röviddel később, és röviddel ezután az andorrai világbajnokság selejtezőjét legyőzték. Ugyanakkor nem törölnám ezt az emlékeimből, mert a magyar labdarúgás sokat tanult, és ezt a kudarcot tettem. A Debrecen labdarúgó már mintegy 600 jegyet vásárolt a meccsre. Az MLS külön-külön-külön, és csak 210 nyírlugosból érkezik a szülőhelyéről. Még nem volt arról, hogy mennyit játszik vasárnap a Puskás arénában. Megpróbáltam megadni neki minden igényt itt. Mint mondta, ez magában foglalja a karrierjét. És a bekövetkezett időszak azt mutatja, hogy a zenekar fejlődését még gyerekcipőben töltötte be, amely többek között az volt, hogy a találkozóra utaztak. A magyar-görög barátságos mérkőzés vasárnap 8:15-kor kezdődik a Puskás arénában.